élve az ivesprém.hu hírportál felkérésével tájékoztatni szeretném az érdekelteket és mindenki mást a halőri tevékenységgel, a vizek bérlése és a polgárok ezzel kapcsolatos eddigi véleménye és az aktualizálás témája körében. A halőr megítélése az eddigiek során meglehetősen ambivalens, amennyiben a halőr az emberek szemében nem számít igazán komoly tényezőnek a vizek partján, és az ismert történetek is ezt bizonyítják, vagy filmélmények, mint a horgászapáznál is hasonló. Úgy tekintik a halőrt, mint egy bárki által nyugodtan megnevethető, nem fontos embert. És én, mint halőr, aki több esetben tapasztalom ennek a gyakorlati megjelenését, úgy gondolom, hogy ezen változtatni kéne, ezen a véleményen. Most ennek az egyik érve, vagy egyik fontos momentuma a halászati törvény változása, vagyis annak az új törvénynek a megjelenése tavaly novemberében, vagy szeptember 1-én, bocsánat. Az új halászati törvény valamelyest javította a halőröknek a jogi támogatásán, és tudni kell, hogy a halőr rendészeti tevékenységet folytat, és közfeladatot ellátó személynek minősül a jog szerint. Most fontos azt is tudni, hogy a halőrnek milyen jogai vannak a szolgálatában, tehát csak szolgálatra vonatkozó jogok ezek. Mivel a halőri tevékenység rendészeti tevékenység, ezért rendészeti képzésen kell részt venni. Már az előzetes halőri képzés, ami a halászati törvényről való vizsga után egy jelvény megszerzésével kezdődik, tulajdonképpen a rendészeti vizsgával zárul le. Ezáltal a halőr, mint rendészeti tevékenységet végző személy már az intézkedésében bizonyos jogokat élvez. Ezeket felsorolnám, hogy milyen eszközöket használhat az intézkedése során. Ezek kényszerítő eszközök, elsősorban a rendőrség által rendszeresített gázspré, a gumibot és a bilincs. Ha valaki ezt hallja a manapság, elcsodálkozik azon, hogy egy halőrnek miért van szüksége ennyi eszközre ahhoz, hogy a feladatát ellássa. Hát tulajdonképpen én is annak örülnék, hogyha egyik se volna szükség, de sajnos a jelenlegi társadalmi körülmények szükségessé teszik azt, hogy a halőr is megfelelő védő és hát az intézkedését elősegítő eszközöket használja. Természetesen ezeket az eszközöket csak támadás esetén lehet használni, illetve hogyha az intézkedés lehetetlenül válik, mert nem együttműködő az a személy, akivel szemben intézkedni kell. Most ugye a halőrnek az a feladata, hogy a rábízott vízterületein
a tiszta jogi helyzetet fenntartsa, vagyis a vizeken csak a megfelelő jogosítványok megléte esetén szabadon horgászni, és ezt ő folyamatosan ellenőrizze. Most azt kevesen tudják, vagy legalábbis azok közül, akik nem horgászok, kevesen tudják, hogy nem elég egyetlen egy igazolvány, amit állami horgászjegynek hívnak. Az így leegyszerűsödve tulajdonképpen egy adófajta, egy adóféleség, amit ahhoz kell, az egyáltalán horgászat gyakorlásához meg kell vásárolni. Ehhez jár természetesen egy külön erre rendszeresített vizsgatípus, ez a horgászvizsga, és ez a halak ismeretéből, a halászati törvényből, a vízparton tanúsított magatartás és a kapcsolatos kötelességekről szól. És azután, amikor ezt a vizsgát leteszi valaki, azután horgászhat, abban az esetben, ha megfelelő vízterületre van területi engedélye is, amit a vízterület jogosult halászatra, vagy halgazdálkodásra jogosult személyétől, vagy egyesületi tagságának a megbízottjától vásárol meg. Ez a két passzus szükséges ahhoz, hogy valaki elkezdhessen Magyarországon horgászni. De természetesen, hogyha utazunk és meglátunk egy szép vizet, az embernek az lenne a vágya, hogy ott rögtön elkezdhessen horgászni, de erre nincs lehetőség. Kivétel abban az esetben, hogy azt a vizet ő ismeri, tudja, hogy ki a gazdája, kér tőle a saját állami jegyének a birtoka, érvényes állami jegyének a birtokában kért egy területi jegyet, ami napi lehet, heti és éves, akármilyen, amiatt a gazdálkodó kiad. Ennek birtokában el lehet kezdeni horgászni, de akkor még a horgászatra vonatkozó helyi szabályokat is ismernie kell. Hát azt is kell tudni, hogy milyen csalival, milyen eszközzel horgászhat, milyen halat, hány darabot foghat, a nap során hány órától hány óráig horgászhat, és tovább, de ezeket az odaillő, oda megszabott törvényeket, a szabályokat neki be kell tartani. Hát ez szükséges, ez egy felelős tevékenység, tehát itt élőlények élete és halála a tét, tehát nem lehet felelőtlenül csak úgy elkezdeni ezt a tevékenységet. Most ugye ennek az eddigiekben megfigyelt társadalmi megítélése körülbelül úgy néz ki, hogy a horgászat az egy hobbi szórakozás, amiben az ember a szabad idejét hasznosan eltölti, és hát feltöltődve energiával és zsákmányt, megfelelő mennyiségű zsákmányt birtokolva boldogan haza siet ezzel az élménnyel és ezzel a zsákmánnyal. De sajnos a természet mai nagyon rossz állapota miatt ez a fajta megközelítése a horgászatnak ez lassanként átalakul. Több államban, több országban már szinte kivezárólag csak az úgynevezett sporthorgászatot gyakorolják, ami a legkifinomultabb formájában arról szól, hogy alakat nagyon kíméletesen szakáll nélkül orrokkal, a megfogást megnehezítve, tehát még ez is fontos, hogy a alaknak mondjuk legyen esetleg megtanulni, hogy hogyan lehet kicsúszni a horgászoknak az ügyessége alól, és megszabadulni, még mielőtt a horgász megakasztaná őket egyáltalán. És amikor mindezek a nehezítő körülmények vannak, akkor ha mégis megakaszt egy ilyen nagyon ügyes horgász egy halat, akkor a vízben a úgynevezett fárasztás után óvatosan kiveszi a szakálnéki horgot, és ahol a visszabocsátja érdekli ellenére. Aztán vannak ennek durvább változatai is, de én ezt tartom igazán sportszerű horgászatnak.
Igen ám, ez működik is a világ sok országában, ami ugye ott a helyi szabályok és a helyi vélekedés függvényében sokféle lehet. És végső soron olyan helyek is vannak, ahol a természet védelme abban merül ki, hogy amit a horgász megakaszt, egy bizonyos számú alatt azt neki el kell vinni, mindegy, hogy mekkora. Lényeg az, hogy akkor ő azzal elmegy, és lehet, hogy fél óra alatt le is tudta a horgászatot, és a víz megkönnyebbülve békén van hagyva. De hát az igazság az, hogy ezek a halak mégiscsak ki vannak véve a vízből, és azok már többet nem lesznek benne. Na most a másik ilyen különbség a világban az, hogy ha olyan vizeken horgászik valaki, ahol a halat el lehet vinni, azon a vízen rendszeresen telepítenek a halakat. És ez a telepítés, ez tulajdonképpen erősen megzavarja a természet egyensúlyát nagyon sok okból. És hát erről is lehet beszélni, pár gondolatot. Tulajdonképpen a letelepítendő halak az esetek nagy részében már tenyészetekből származnak. Ezek olyan halak, amelyek a tenyészetekben tápon voltak tartva, gyorsan növekedtek, mohóvá váltak, és általában már kifogható méretben kerülnek a vizekbe. És ugye minden olyan ember, aki nem horgászik, és inkább a természet szeretetére építi az életét, az elcsodálkozik azon, hogy hogy van az, hogy halakat letelepítenek a vízterület egyik részén, és a horgászok pedig onnan pár lépésre, vagy pár méterre alig várják, hogy a halak arra ússzanak, és ugye nem beszél arról, hogy azok éhezek a szállítása során is megéheztek, nem ismerik a helyet, és össze-vissza úszkálnak, mindenre rákapnak, ami csak beleesik a vízbe. És pillanatok alatt ezeket a nyomorult állatokat kiszedik, és hazafutnak vele. Tehát ennek semmi értelme, ugye az ember ilyenkor arra gondol, hogy minden állam halat akar enni, akkor egyszerűbb, hogyha egyenesen elmegy a tenyésztőhöz, és ott veszi meg, szállítást is meg lehet spórolni, és akkor a halnak annyi volt az élete, hogy felnőtt egy bizonyos méretre, és akkor az emberek elviszik haza. Tehát azért ez én szerintem nem a legtisztább, ha úgy veszük, hogy erkölcs is létezik. Tehát valamiféle természet erkölcsöt szeretnénk kifejleszteni az emberekbe, és hát végső soron az lenne talán a legjobb módszer a vizek természethez való vissza alakításában, hogyha esetleg egy olyan vízen, ahol nagyon gyér a halállomány, valami korábbi okok, szennyezés, vízhiány, vagy valami túlhalászás, vagy ilyesmi okból, vagy esetleg jogosult váltás van, az előző jogosult kifogta az összes halat, és szinte semmi nincs, akkor egyszer érdemes telepíteni azokat a halfajokat, amik arra a vízre megfelelő életlehetőségeket találnak. Ez nagyon fontos, mert Magyarországon is sok olyan, főleg állóvíz van, ahol mindenféle halat betelepítenek, hogy a horgászok kettelésének élve hol egyik, hol másik halat boldogan kifoghassák. Csak hogy nem biztos, hogy ez a vízterület alkalmas erre. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok hallgatzákatolásra jogosult nem ismeri a halak életmódját, élőhelyének a szükségleteit és hasonló, és az egyes halak egymás élőhelyét tönkreteszik erre, például nagyobb például az amur, vagy például a buzsa. És hát ez egy komoly probléma ma Magyarország és világszerte, azt hiszem lehet mondani. Na most hát vannak olyan vizek, ahol egy vagy két különleges halfajnak van életlehetősége, és ráadásul ezek esetleg ragadozók, akkor nem szabad még többféle ragadozót betelepíteni, és különösen abban az esetben, hogyha egyébként a vízben megfelelő
életlehetőséget kapnak ezek a halak, tehát folyamatosan újra termelődő táplálékállataik, akik vannak. Ilyen vizekbe érdemes egyszer telepíteni, vagy ha volt korábban valamilyen szaporulót, akkor ennek a szaporulatát kell olyan körülmények közé helyezni, hogy természetesen tudom szaporulni. És ezt a helyzetet kell megőrizni, és alapban békén kell hagyni. Most, ugye én, mint halőr vagyok itt ezen a, ennél a lehetőségnél, hogy beszéljetek erről, de nem csak mint halőr, hanem mint halgazdálkodásra jogosult is itt vagyok. És én közel 3 évtizede életem jelentős részében foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és szaporítottam is halakat, és ezeknek az utódjaival foglalkozom ma, és ezeknek a rédelmével foglalkozom. És ez az én fontosabb tevékenységem. A halőrzés az egy kényszerű tevékenység annak érdekében, hogy az embereket távol tartsam, azokat az embereket távol tartsam a vízterületemtől, akik fejükbe vették, hogy jogtalanul is, de mindenképpen zsákmányul ejtik ezeket a halakat. Most arról kell ez ígyben beszélni, hogy a vizek biológiai akár vegyi összetétele sokat romlott az utóbbi évtizedekben. Hát ha nagyon pontosak akarok lenni, akkor egy hullámzó folyamat volt. Volt egy időszak, amikor rettenetesen leromlott a természet, szinte országszerte. A folyóvizek nagy része annyira szennyezett volt, hogy szinte nem élt benne élőlény, különösen a kisebb vízfolyásokra volt egy érvényes. Nem beszélve arról, hogy a vízügyi tevékenység a mai napig nem fordít megfelelő figyelmet a vizek biológiai állapotának a támogatására. Ők csak a technikai részével vannak elfoglalva, és nagyon sokat ártanak a vizek biológiájának, amikor teljesen fölöslegesen még a vízi növényeket, nádat, sást is levágják, ugye az ő vélt vagy valós kötelezettségeik részeként, aminek nincs értelme, tehát ezt nem volna szabad csinálni. Tehát gyakorlatilag az élőhelyek is nagyon rossz állapotban vannak a vizekben, a folyóvizekben is, és hát némelyik állóvízben is ugyanígy. És hát ha az élőhelyek rossz állapotban vannak, akkor az élő világ is rossz állapotba kerül. De hát mindez nagyon rossz vízminőséggel társul, és ne felejtsük el a globális felmelegedés hatásait, ami az oxigén ellátottság terén nagyon negatív hatásokat okoz. Folyamatosan egyre negatívabb. Gondoljunk csak az aktualitásra, a nemrégi balatoni apusztulásra és különböző fertőzéses megbetegedésekre, amelyek ugye egyedieknek tűnnek és olyan eseménynek tűnnek, ami elszigetelt, tehát gyorsan elhárítható, és utána már semmilyen veszély nem fenyeget. De tulajdonképpen a folyóvizek még sokkal terheltebbek, még sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, pontosan az emberek felelőtlen magatartásának. Ha semmi másra nem gondolunk, mint a különböző műanyag hulladékoknak a vizekbe való beledobálására, vagy a kommunális szennyvizekben való megjelenésére különböző anyagoknak, amelyeket a szennyvíztisztítók nem tudnak kezelni. Ugyanakkor a kimenő vizek egy furcsa, nagyon szélsőséges mennyiségeket mutató
nem igazán természetes állapotba kerülnek. Tehát nagyon sok olyan szerves anyag van a vizekben, amelyeken képesek apróbb szervezetek elélni, és azokat viszont a nagyobbak, mint halak, rákok elfogyasztják. De a szennyezés, maga a veszélyes szennyező anyagok továbbra is benne vannak a vizekben. Nem beszélve azokról a betegségeket okozó ágensekről, amelyek hát ugye komoly fertőzéseket is okozhatnak. És ugye ennél a meleg nyári időjárásnál mindenkinek kedve lenne megmártózni a hűvös folyóvizekben, csak hogy különösen a lányok, nők esetében ez igencsak veszélyes, de mindenki másra bőrbetegségeket és akár fertőzéses bél-emésztőrendszeri betegségeket is okozhatnak. Tehát az ilyen jellegű felfrissülés is veszélyes tud lenni. Nem beszélve arról, hogy fürödni törvények szerint, szabályok szerint csak kijelölt helyen szabad. Ezért a mélyebb gödrökben, a vizek kisebb patakok mélyebb gödreiben ugyanolyan veszélyek leselkednek a felelőtlenül fürdőzőkre, vagy azokra a kisgyermekekre, akiket a szüleik nem figyelmeztetnek, vagy nem vigyáznak rájuk. Nagyon sok veszélyes tárgy van ezekben a vizekben, nagyon sok üvegcserék, nagyon sok úszadék, aminek hegyes kiálló részei is vannak. És hát ugye ez nem csak hogy nem biztosos a töltés, hanem egyenesen életveszélyes is. Erre is voltak történetek, hogy egy csatornába is bele lehet fulladni, még ennél kisebb vizekbe is bele lehet fulladni. És hát sajnos az én életemben is volt elég közeli tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Tehát visszatérve a vizek állapotára, a szennyezés megjelenik ezekben a nagyobb testű állatokban, a halakban, rákokban és itt tovább. És ma már ki lehet mondani, hogy az úgynevezett természetes vizek, és a természetes itt majdnem idézőjelesen jelenik meg, a természetes vizekből kifogott halak már egészségre veszélyeztetést jelentenek, veszélyességet jelentenek. Hát sajnos elmondható ez arról a vízterületről is, ahol én gazdálkodom, és a 8. éve. És hát ezt minden esetben mindenkinek elmondom a vizek partján, a víz partján, ahol szolgálatban vagyok. És most is hangsúlyt szeretnék helyezni arra, hogy ez a víz, amivel kapcsolatban ugye mindenféle események történnek a múltban is, és lehet, hogy a jövőben is fognak, de hát szeretnénk, többek vagyunk így. Szerintem olyanok is, akik nem horgászok, csak természet szerető emberek. Szeretnénk, hogyha ezek az események, ezek nem történnének meg. És hát ugye, ha azt veszük, hogy egy nagyobb testű halat valaki kiemel ezekből a vizekből, mondjuk azokból is, ahol én dolgozom, és boldogan hazafut vele, úgyhogy mondjuk a hal nem vette észre, mert hát tudni kell, hogy az én víz területeimen nem szabad halat kivenni a vízből. Ez tulajdonképpen egy kísérleti vízterület. A szennyezettsége miatt ezek a különleges halak csoda, hogy egyáltalán léteznek. Hát inkább a gondoskodás kell, hogy az emberekben feltámadjon ezzel kapcsolatban, pedig a rablásnak a ösztöne, ami sokszor sajnos rabul ejt egy-két embert. Tehát egyszer tiltja a törvény, hogy jogosulatlanul elvegyünk valamit, ami nem a miénk, ugye ezt lopásnak szokták hívni. Azon kívül a saját egészségünk megóvása, vagy a hozzátartozóink megóvása, vagy a barátaink egészségének a megóvása is
arra kötelez minket, hogy bizonytalan eredetű, vagy mondjuk még azt is lehet mondani, hogy biztosan egészségi károsító ételnek szánt állatokat ne vigyünk el magunkkal, vagy egyáltalán ne is bántsuk őket. Most az én vízterületeimen eleve a horgászmódszer is olyan, hogyha valaki illetéktelen oda megy és minden a halat akar fogni, nagyon sok kárt okozhat a kisebb halaknak, vagy azoknak, amelyeket nem tud kiemelni, hanem a horgászat során megsérülnek és később elpusztulhatnak. Sajnos relatíve elég sok ilyen elpusztult halat találok a vizeimben. Tehát ez is egy külön olyan szempont, ami miatt el kell kerülni ezeket a vizeket, hogy egyszerűen, aki még nem tett ilyet, nem sértette meg a törvényt, az forduljon hozzám, és én szívesen elmondok neki mindent ezzel kapcsolatban, meg is mutatom, hogy mi az, amit védünk, és hogyan kell vigyázni, és ha segíteni akar, és ez egy különös része ennek a tájékoztatásnak, ha segíteni akar, én várom ezeket a jó szándékú embereket, nagyon könnyen lehet nekem segíteni, vagy nem nekem, inkább a természetnek. Most a polgárok és a vizek mentén élő polgároknak a felelősségére is szeretnék egy picit appellálni, mert több esetben tapasztaltam azt, hogyha valamilyen esemény történik a vízparton, nekem kötelességem ellenőrzést folytatni, és segítséget is kérek, erre is volt példa, akkor a következő mondatot kapom vissza, hogy semmi közöm hozzá, és elfordulnak, és eloldalomnak onnan. Hát ez nem így van, mert a környezetéről mindenkinek gondoskodnia kell, tehát ahol lakunk, a falunk vagy házunk közelében lévő természeti képződmények vagy az élő természet minél harmonikusabb és minél békésebb élete, az ugyanolyan fontos a helyieknek, és annak a megfigyelése vagy a családunk beavatása a természet szépségeibe az sokkal fontosabb, mint hinni sok ember, és végső soron az élővilág, a körülöttünk lévő élővilágnak a színessége, gazdagsága, az a mi lelki gazdagságunkat is gyarapítja. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a vízben lévő halak sokak szerint valamiféle tulajdon képeznek. Hát én elmondanám, hogy a vizek többféle módon is gazdálkodást jelenthetnek. Az egyik mód az, amikor az állam a saját vízterületén gazdálkodik. Aztán a következő az, amikor az állam a saját vízterületét bérbe adja magánszemélyeknek, vagy szervezeteknek, egyesületeknek, stb. Na most, különösen a új halászati törvény, de az előző halászati törvényben is ez kivonulva, hogy a hal, amíg a vízben van, addig az állam tulajdon. Tehát egy halőr nem tesz más, mint az állam tulajdonát védi. És ugye fölteszik azt a kérdést, hogy akkor miért bérli valaki ezt a vizet, hogyha nem is az övé, a hal, ami a vízben van. És ugye a törvény azt mondja, hogy a hal tulajdona, vagy más hasznos vízi állat tulajdona akkor valósul meg a bérlő számára, ha kifogja a vízből. Na most én is még több olyan személy van, aki vizeket bérel, és ő nem fogja ki a halat. Tehát gyakorlatilag a hal egészen élete végéig az állam tulajdonában marad. Az állam pedig, akár mennyire elcsépelt dolog, az mindenkit jelent. Tehát nem csak a hivatali rendszert jelenti, bár a gyakorlatban ezzel szembesülünk, de az állam az mindenki.
a ma született gyermek is az állam része, és akár egy ingatlan is lehet az állam része, vagy mondjuk az a víztest, amiben élőlények vannak, ahogy víztestnek nevezzük ugye azt a közeget, ami gyakorlatilag az élővilágot élteti. Tehát ezeket az információkat szerettem volna én átadni az embereknek, és örömmel venném, hogyha továbbiakban inkább érdeklődnének, mint sem, hogy erőszakosan fellépve engem arra kényszerítenének, hogy én is a lehetőleg nagyobb szigorral intézkedjek velük szemben. És sajnos erre több tucat alkalom is volt eddig az évek során, és ez nagyon szomorú, mert ez arra világít rá, hogy az ország természet erkölcs állapota közepesnél jóval lejjebb süllyedt az utóbbi évtizedekben, tehát romlott, nem javult. Ez pedig mindannyiunknak a kötelessége, hogy ezen a negatív helyzeten javítsunk. Három témában kell még kiegészítést tenni, ami a közismeret szerint nincs eléggé kiemelve. Az egyik a vízterületek státusza, ami változott a 2013. szeptember 1-i hallgazdálkodási törvényben, mégpedig gyakorlatilag minden olyan vízterület, ahol halak vagy más hasznos vízi állat képes megélni, regisztrált, jobban mondva, hallgazdálkodási vízterület. Tehát, mint hallgazdálkodási vízterület, minden a vízi élet számára alkalmas víz regisztrálható, de relatíve elég sok vízterület van, amit nem regisztrálnak. A regisztráció alatt azt kell érteni, hogy valamilyen személy vagy szervezet nem bérli azt a vízterületet. Tehát ezeken a nem bérelt vízterületeken a horgászat lehetővé válik, mégpedig érvényes állami egybirtokában. Csak ami a legfontosabb tétel, és ezt nem szokták a horgászok figyelembe venni, hogy ezeken a vízterületeken a halat nem szabad kivenni a vízből. Tehát gyakorlatilag csak a legkíméletesebb horgászmódszerrel lehetséges ezeken a vizeken a horgászat. Ezt viszont a halászati törvény nem részletezi, és ez a halászati törvény hiányosságának tudható be. Tehát a nem regisztrált vízterületek, amik nincsenek valamilyen kezelésben, azokon is lehetővé vált a horgászat, de azok a horgászok, akik az ilyen vizekre azért mennek, hogy halat fogjanak és elvigyék, azok szabálysértést követnek el, vagyis az állam tulajdonát ellopják, és ezt a halőrök ugyanúgy ellenőrizhetik ezeket a vízterületeket. Mert erre fontos felhívni a figyelmet, hogy halat nem szabad elvinni a nem regisztrált vízterületekről. És ha bármilyen más horgászmódszerrel horgásznak, mint a sportszerű, egyhorgos, szakáll nélküli horgos horgászmódszer, és ugye ennél műcsalit kell használni, akkor a hal sérülhet, és ha ilyet tapasztal a halőr, vagy ilyen halat megtartott valaki, akkor azért ugyanolyan szabálysértési bírság szabható ki. A külföldi példákat még hadd említsem ez ügyben, hogy mennyire tartják fontosnak a vizek védelmét. Ezelőtt körülbelül 25 évvel voltam Ausztriában, és ahogy kinyitottam az autó csomagtartóját és kivettem a horgászfelszerelésemet, kis településen, ahova
érvényes engedélyem volt. Egy perc alatt megjelent mögöttem egy polgár, és azonnal felszólított, hogy mutassam a papírjaimat, pedig nem volt halőr, egy egyszerű civil volt. Ugyanezt Magyarországon az ember nem tapasztalja, sőt, azt lehet látni, hogy a polgárok körül állják a horgászt, és tudva, hát ugye a helyiek általában tudják, hogy szabad vagy nem szabad horgászni egy vízen, vagy milyen jogosítványokkal, körülállják azt a horgászt, és dukkolnak neki, hogy minél több halat fogjon, sőt, még szólnak is neki, hogy jön ám a halőr, tessék elmenni. Tehát ezt a fajta magatartást, ezt nagyon rossznak tartom, pontosan azért, mert hát egyáltalán nem a halak vagy a vízterület védelméről szólnak, hanem egyfajta összekacsintásról. Ezen kívül egy másik külföldi példát tudnék felhozni. A legsportszerűbb műlegyező horgászok egy összejövetelére kiutaztak csoportok különböző országokból. Nem akarom az országot megnevezni. Lényeg az, hogy az egyik ország horgászai úgy találták, hogy a utazásuk során egy szép folyóban jó lenne nekik horgászni. Pár ember kiszállt, felvette a viszhatlan ruházatát, belesétált a vízbe, és elkezdtek legyezni, műlegyezni. Hát ugye miért ne tegyék. És pár perc múlva megjelent az éppen arra járó halőr, vagy valaki értesítette, és ezek az emberek fejenként kb. 500 ezer forintos bírságot voltak kénytelen kifizetni. Két okból: az egyik oka a jogosulatlan horgászat, mert arra nyilvánvalóan nem volt engedély. A másik pedig a ruháiknak a szennyezettsége, ami külföldi vizeken nagyon komolyan szóba kerül, és ha fertőzést visznek be ezekbe a vizekbe, akkor szinte az egész állomány elpusztulhat, erre volt már példa. Tehát ugye Magyarországon erről aztán még egyáltalán nem esik szó, pedig itt ugyanolyan fontos, itt a vizek ugyanolyan kényesek erre, hogy idegen eredetű vírusokat, kórokozókat ne vigyünk be. Az utolsó ilyen téma a hallgazdálkodási törvénynek a hiányosságát jelenteni. Ez pedig az orvvadászat és az orvhalászat különböző megítélése. Vegyük például azt, hogy ha valaki egy légfegyverrel lelő egy fácánt, és az illetékes vadőr megfogja, akkor ez orvvadászatnak minősül. Ha valaki viszont megfog egy halat, akármilyen módszer, mondjuk nem akármilyen módszer, bocsánat, mert ha horgász módszerrel fogja meg, akkor az jogosulatlan horgászat. Tehát úgy néz ki, hogy a két állat különböző értéket képvisel az emberek szemében. A fácán az van olyan értékes, hogy azért orvvadászathoz illő bírságot szabjanak ki, vagy hát büntetési tételt, ami bűnügynek számít. Ugyanakkor a hal az nem ér annyit ugyanilyen esetben, hanem az csak jogosulatlan horgászat, mint szabásértés, egy bizonyos kedvezőbb díjtételt jelent. Hát ez a három téma lett volna, ami még fontosan kiemelésre szorult. Köszönöm a figyelmet. A halőrzés hatékonyságáról is kéne beszélnünk, ugyanis vélhetően az új törvények között, a rendészeti törvény például, vagy a
halőrzésnek a belügyminisztérium illetékessége alá tartozása is valami olyat próbál reprezentálni, hogy a halőrzésnek most komolyabb súlya lenne a magyarországi jogrendben. Ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy a halőrzésnek van egy kényes pontja, ez a tevékenység is egy megbízásos tevékenység, és ezt a tevékenységet pénzért vagy valamilyen más juttatásért végzik. És hát érthető, mint minden munkakörnél, ahol az illetőre van bízva a hatékonyság, hogy sajnos a személyeken múlik mindig a dolog sikere, hogy lesz ügy belőle egy ilyen jogoslatlan horgászatból, vagy bármiféle szabásítő tevékenységből, és a halőr dönti el, hogy ő tesz fel jelentést, és abban mit ír bele. Most az a ritka eset, amikor a jogosult maga a halőr, akkor ez a helyzet ez gyökeresen más, ugyanis a jogosult, aki halászatra jogosult, és fizeti a bérleti díjat, és hát különböző egyéb kötelezettségei vannak, ő neki szinte a saját bőrére megy a dolog, hogyha halat lopnak, akkor az ő értékeit, vagy az ő jogosultságát sértik meg, az ő jogain esik sorba. Tehát az ilyen halőr természetesen sokkal hatékonyabb, és ez a jelenség, amióta létezik a vizek bérlési lehetősége, tehát azt tudni kell, hogy földművelődés ügyhöz tartozó terület a földek és vizek bérlete, és gyakorlatilag ugyanaz az elbírálás, ha valaki egy földterületet vagy egy vízterületet bérel. És hát abból valamiféle hasznot szeretne húzni. És ezért a vízterületeknél előfordul az a helyzet, hogy a bérlő és a halőr egy személy. És ebben az esetben nyilvánvaló nagyobb a hatékonyság. De mivel ez elég ritka, ezért látható az, hogy a halőrök nem biztos, hogy minden egyes esetben feljelentést tesznek. Tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy sokkal hatékonyabban kell a vizek védelmét végezni.